Na, sziasztok, üdvözlök mindenkit ebben a videóban, én Uti vagyok. A mai videó témája, kérem szépen, az lesz, hogy be fogok mutatni egy olyan Linux disztribúciót, amely a neve Endless OS. És ennek az a lényege, hogy közben keresem az oldalt, Linux disztribúció oldalnak az oldalt. Most már megtaláltam, ennek a disztribúciónak az a lényege a sok közül, hogy olyanoknak szánják ugye ezt az operációs rendszernek a használatát, mi tulajdonképpen olyan környezetben vannak, amely hát eléggé gagyi az internet kapcsolat, vagy egyáltalán nincs, viszont van ugye olcsó számítógépjük, meg monitorjuk, és hát ugye mondjuk a gyerek tanuljon valamit, ezt meg azt, bekapcsolom ugye a screen capture-t, és ugye látjátok a dolgot, nem csak az én arcomat, szóval itt van, kérem szépen, Endless OS nevű disztribúciónak az oldal, amely hát sajnálatos módon nincsen magyar nyelv. Az azt jelenti, hogy nincsen magyar nyelvű tartalmak, ugye az Endless OS-en viszont ugye magyar nyelvű felületre is lehet ugye használni az Endless operációs rendszert. Tehát ugye az Endless operációs rendszer egy egyszerű és könnyű mindenki számára, ugye egyszer feltelepíted, nincs szükség internet kapcsolatra. Nézzük meg, hogy miket tartalmaz. Tanulási erőforrással rendelkezik. Több mint 50 ezer Wikipédia anyagokkal, videó leckékkel és appal rendelkezik bármiféle témában. Lényegét tekintve tartalmaz ugye irodai programcsomagot, lehet, hogy LibreOffice-ra gondol, és van ugye, hát úgy tűnik nekem az, hogy bizony valami Minecraft utánzat akar lenni, nahogy el tudjon szórakozni vele, ha nem tudja megszerezni egyébként is a normál Minecraftot, még akkor is, hogyha tudjátok, Minecraftért fizetni kell, de egyébként a tört Minecraftot is feltöltésnél is lehet ugye használni konkrétan. Na, lényeg az, hogyha a kép alapján egy kamu, vagy pedig egy milyen Minecraftot használ, hát egy klón Minecraftot használ az Endless OS. A lényeg az, hogy játszom vele a gyerek, de ezen kívül van más játék is benne. És hát ugye az Endless OS alapítvány rakta össze ezt a dolgot. Azt hiszem ez egy Debian alapú operációs rendszer akar lenni, vagy Ubuntu alapú. De egyébként úgyis Debian alapú operációról lenne szó, mert hát ugye az Ubuntu is a Debian alapú. Na mindegy. Hát van Endless Community. Innen lehet ugye letölteni ezt az Endless OS-t. Gyors, erőteljes és barátságos. A lényeg az,
hogy ugye az Endless OS használható kód, nem kell internet kapcsolatot használatba venni. Igaz, hogy csak többnyire angol nyelvű tartalmak vannak benne, meg hát vannak olyan variánsok, azon kívül, hogy van angol nyelvű tartalmak, spanyol, francia és brazil, portugál variáns van. De ha nem akarjuk ugye az offline tartalmakkal együtt letölteni az Endless OS-t, akkor ugye a többnyelvű alapprogramot is letölthetjük. Amit láthatjátok, hogy 2,78 GB-ot foglal, az angol pedig 16,24 GB-ot foglal, mármint az ISO file, a képlemez file, de lehetőségük van Raspberry Pi 4-re feltelepíteni ezt a dolgot, Pinebook Pro-ra is le lehet tölteni, ami ugye nyilván gondolnánk azt, hogy ez egy olcsó dolog, a Pinebook Pro, megnéztem, nem olcsó, azt hiszem több mint $200, olcsóbbra számítottam. Erről nem tudom, hogy mi ez, lehet, hogy ez is egy Raspberry Pi 4-hez hasonló, de nem ugyanolyan kártya méretű valami lehet, legalábbis azt gondolom, viszont itt van a Libre Computer, Le Potato, az is szintén egy kártya méretű számítógép, mint az a híres neves Raspberry Pi. Na, én lényegét tekintve a videón kívül le is töltöttem és fel is telepítettem egy virtuális számítógépe, úgyhogy na egy kicsit kapcsolok nektek egy kis chilles zenét, hogy ne unatkozzatok, meg hogy én sem unatkozzak. Felhúzom. Na azt mondja, hogy itt az Endless OS. Odek Virtual Books. Csodás. Indul szépen a mandula. Egyébként a tudni akarjátok, most egy Ubuntu alapú Pop OS-t használok natívan a gazdagépen, illetve a gazdagép valós gépen egy MSI Gamer Notebook. Linux mellett azon használok Windows-t. Dual boot-os megbootást használok én. Csak úgy megemlítem nektek, hogy csak is kizárólag, nehogy azt higgyétek, hogy csak is kizárólag Linux operációs rendszerrel élek. Hát, annyi azért nem, de nagy részt Linuxot használok, tehát nem kell ugye aggódni. Na szóval, hát felskálázzuk szépen ezt a gépet. Hát, nem tudtam megoldani a virtuális gépen belül a virtual boxos driver problémát. Beírom a jelszót, amit nem mutatok meg előttetek. Jó. Megy a felvétel, mert már akkor dőbe gurulok. Remélem, megy a felvétel. Ja, megy is. Oké. Na szóval így vártok én konkrétan ablakot. Úgyhogy
Na szóval így néz ki kérem szépen a kezelő felület egyébként, ugye az alaprendszer az magyarul lett magyar nyelvre lett feltelepítve, viszont ugye a tartalmak nagy része, meg az appok nagy része, az bizony angol nyelvű, úgyhogy fogom fordítani a dolgokat a gyengébbek kedvéért, és na szóval konkrétan így néz ki ez a kezelő felület. Láthatjátok azt, meg aki tapasztalt olyat, és tudja azt, hogy ez bizony mobil operációs rendszer kinézetre hajaz, meg hát ugye aki próbál feltelepíteni Androidot számítógépre, azt tudhatja, hogy ez bizony hát arra hajaz, hogy bizony, hogy majdnem úgy lehessen használni, mint hogyha egy táblagépet használnánk, vagy okostelefont, az Androidosat. Itt van, hogy könnyen el lehessen ugye navigálni ide-oda, azok számára is leginkább, akik ismerkednek, soha nem volt nekik számítógépük, és először ismerkednek a PC-k világába konkrétan, főleg akinek nincsen internet kapcsolatja, vagy olyan gagyi, meg drága, hogy inkább ne is, nem is, nincs is, na, értitek. Vagy lehet, hogy nem is, eleve nem is teheti meg, hogy legyen is, de villanyra az telik, értitek? Na szóval, ilyen programokat kapunk. Láthatjátok azt, hogy van ugye LibreOffice irodai program, csak Google Chrome alapból, fúj, de utálom ezt. Ki találta ki azt, hogy Google Chrome-ot rak bele? Hack. Na. Handless hack, unlock infinite possibilities through coding, tehát ugye ez kérem szépen, nekem úgy tűnik, hogy ez egy olyan tanítós program, amely megtanít programozni. Elindítjuk ezt az első programot. Na, ez ilyen játékos formában lett megtanulni konkrétan ugye a programozás sejtelmeit. Azt írja, hogy hello Ace! Ja igen, azért vagyok, azért írja Ace, mert Ace a nevem ott, Ace névként jelentkeztem be. Hello Ace, oda vagyok. És először is üdvözlök a hackben, na. Can't wait. Tudom az érzést. Ha kell neked segítség, csak kattints rám, mármint erre, a klubházban, and I feel in, segítek neked. Ennyi az adat, gyerünk, találj meg engem, ha kell további dolog, mármint segítség. Jó szórakozást, Estel Art, Ada Games, Rudy Web. Hát, tehát ugye különböző feladatokat tudom, hogy csinálni, például játékot is fejleszthetünk, webet is fejleszthetünk. HTML bemutatása.
Az elfelejtett barát. Na, nézzük meg, hogy mi az a HTML. Na. Tudom, hogy először használod az internetet, de... Oké, átugorjuk. Próbálom rákattintani. Here we are. Ja, oké. Ja, itt kapjuk ugye a különböző kis segítséget, hogy mit kell tudni. Hát nem nyílik meg semmi. Most már megnyílik. Hát eléggé kevés kakót adtam neki. Na szóval, így néz ki a dolog. Tehát ugye itt tudunk mi átírni HTML-t, és itt jelenik meg az, ami alapján. Na, értitek. Jó. Hát. Tehát itt lényegét tekintve, ha a gyerek tud angolul, akkor ugye itt meg tudja tanulni a különböző dolgokat. Webes webírással kapcsolatban. Estel Art 3D modellezés. Ja, itt láthatjuk azt, hogy mekkora fokozatú nehézség van. Itt a fotózásra kapcsolatos dolgot lehet megtanulni. És kaptunk egy PDF-et. Snapshot. Pillanatkép. Tehát itt azt írja, hogy mi újság. Tehát arról van szó, hogy miről szó ugye a pillanatkép, snapshot. A fotográfia egy erőteljes médium, erőteljes közeg a történet meséléséhez. Ezen az aktivitáson, ezen a tevékenységen meglátjuk, hogy hogyan kell na mindegy, nem fogom lefordítani nektek, mert nem fogom olvasgatni, inkább a zoprendszert nézzük meg. Hát vész Operating System. Ezt a hack programot megnéztük. Megnéztük a Google Chrome-ot. Azt hiszem ez egy GNOME alapú felületről van szó. Hát ez nekem stimmel, hogy ez bizony
Igen. Nézzük meg az enciklopédiát. Mert, ja, ami az is ott is szintén angol nyelvű tartalmakkal rendelkezik. Enciklopédia. A hatalmas tudástárunk. Ó, letettem. Szóval. Olvasunk valamit. A macskákról. Gondolom ez valamilyen Wikipédiáról. Leszedett valami. Offline módban. Igen, úgy tűnik, hogy ez bizony Wikipédiáról leszedett valami. Ó. Wikipédiáról lézér dolog, tartalom. Itt olvashatunk a házi macskákról egyes mást. Természetesen angol nyelven, mert angol nyelvű tartalmak vannak. Olvashatunk ugye az emlősökről, szintén angol nyelven. Mammal. Szócikkben. Kérem szépen. A emlősökről olvashatunk. Konkrétan majdnem mindenről lehet, konkrétan arról mindenfajta dologról lehet olvasni, ami a Wikipédia fent van, viszont ez bizony, ez egy offline tartalom. Tehát nem kell internet hozzá lényegét tekintve. Nézzétek meg, kikapcsolom az internetet. Leszállunk az internetről. Na, leszálltunk az internetről. Na, igen. Mi, hát, personal computer. Hát, csak computerről. Látunk cikket. Mint, hogy összességében mi az a kompjúter. Nem az, hogy mi az, hogy PC. Na. PC játék. Úgy is olvashatunk. Ez 100%, hogy ez Wikipédiáról lett letöltve. Nem vélet az a tömérdek tudásanyag, ami benne van az emberszóvászban. Enciklopédia. OS. Hát, Endless OS. Hát, Chrome OS-ről is olvashatunk. Web OS-ről, Watch OS, Ubuntu. Ubuntu. Mi az az Ubuntu? Itt van, né? Lehet olvasni, mi az az Ubuntu. Linux disztribúció, ami ez is. Meg a gazdagépen is. Konkrétan a... egy Linux alapú cuccról beszéltünk. Ugyanúgy. Na, engem egy kicsit zavar. Nem. Nincs full screen. Scaled mode. Itt a skálázott. Na, láthatjuk a csodálatos operációs rendszert. Na, így né. Ennyit erről az enciklopédiáról.
Na, üdvözlök mindenkit újra! Láttátok volna azt, hogy mit csinálok, akkor biztos, hogy elmentetek volna képernyő elől. Mert mikor vissza akartam állítani ezt az egészet, úgy ahogy van, hogy láthatjátok, azért, hogy újra bekapcsolhassam a virtuális gép számára az internetet, hát a scaled módban nem lehetett, ezért hát ki kellett kapcsolnom a virtuális gépet, és hát ugye olyan anomáliába léptem elő, ami szerencsére nem láttatok méghozzá azt, hogy kétszer kellett újraindítanom a gépet, mert a jelszó bejárás után mindig, csak is kizárólag a fekete képernyő lehetett látni. Tehát semmi mást, sajátos módon, viszont láthatjátok, megoldódott a probléma, na, és tovább tudjuk használni konkrétan az Endless OS-t. Na, szóval, indítsuk el a Kolibrit, mégis mi az a Kolibrit? Lehet, hogy már használtam már nemrég. Ez a kb. 5 órája, vagy 4 órája, lehet, hogy benne van a gazdagépbe. Ami ugye lehet kiolvasni Wikipédiás oldalt, vagy nem az? Vagy ez nem az? Nem az, ez valami más ez. Hát, ja, amit gondoltam, az egy Kiwi program. Valami Kiwi, nem tudom. Hogy hívják most? Kikeresem. Kivix a neve. Hát ez örökké valóságig fog ezt betölteni, úgyhogy nézzük meg, hogy mi áll, és az a facebook. Na igen. Újra felszálltam az internetre, mint Vágási Feri. Már megy az internet rajta. De ezt nem tudom, hogy mi akar lenni. Tényleg. Kolibri. Eléggé lassan töltődik, meg így tudom én. De lehet, hogy ez nem az operatőr hibája, hanem nem tudom. Ez Kolibrihez kapcsolódik? Vagy mi a? YouTube. Vagy... Na, fotóeditor. Na, tényleg nem tudom, mi ez a Kolibri. Ja, van benne Audacity, vagyis hangszerkesztő, GIMP, képszerkesztő, Inkspace, vektorgrafikus, szerkesztő, PTV, videóvágó program. Ó, és Chromiumban indul a Facebook, WhatsApp, YouTube. Nem tudom. Igen. Szinte már tudtam. Oké. Hát külön-külön nyitotta meg a dolgot. Azt hiszem beta verziója ez a cucc. Ja igen. A Kolibri egy nyílforráskódú oktatási platform. Amely ugye arra lett tervezve, hogy szolgálja ugye offline-ban is ugye a olvassa ugye a hozzáférést, a széleskörű, a minőségi széleskörű nyíltan licenzelt, nyíltan engedélyezett oktatási erőforrásokhoz. Na, mindenféle, majdnem, mint például
menekült táborokban, értitek? Menekült táborokban. Na tehát ez egy ilyen oktatási platformról van szó. Akinek van internetje, WhatsApp-hozhat, Facebook-hozhat, bár nem ajánlom, mert az függőséget okoz. Hát nem elég. Győzőbb ezt hangsúlyozni, aztán másodszor, második videó, ezt szerintem, ahol megemlítem nektek. Hát, nincs magyar nyelv, az nincs. Nincs, pedig hát jó lenne, hogyha benne lenne. Na, azt mondja, hogyan használod a Kolibrit, gyors indítás, otthon tanulás, homeschooling, vagyis otthon iskolázós tét. Na, meg egyéb dolgra. Advanced setup, vagyis hát részletes beállítást is tudunk csinálni. Iskolák. Milyen programoknál? Hát oktatási programoknál, szervezeteknél, vagy egyéb csoportos tanulási beállítottságban. Homeschool. Na. Csinálunk egy szuper admin. Ott. Teljesen egyszerű, nagyszerű beállítást adtunk meg. Szóval üdvözöl minket a Kolibri. Importálhatunk. Különböző csatornákat. Na, ez ilyen. Ez. Na, egy szóval ez egy oktatás platform akar lenni. Gimpet, Audacity-t, Blender-t nem fogom bemutatni, Tux Paint-et. Nézzük csak meg. Ez valami rajzolós programnak tűnik. Megnézem, hogy most hány percnél járunk. Na. Láthatjátok, ez magyarul van. Mert hát a rendszer is magyarul van. És kiad ilyen hangokat. Most már nem a zenéből jön, hanem ez bizony a Rice programból jön, kilép. Nem mentjük ezt a kriszkracot. Érdekességeket lehet olvasni. Science Next, vagyis hát tudomány csemegék. Körül is olvashatunk. Hát addig, ameddig egy program be nem töltődik, majdnem. Na, addig nem indíthatunk mást. Mítoszok és legendákról is olvashatunk. Science Next az már bizony. Betöltődött. Tehát lényegét tekintve ezt tartalmazza az Endless OS. Earth Science, vagyis Földtudomány. Science Next, gondolom valami videó lesz. Nem tudom. Nem videó, ez egy költ kamera. Hogyan csináljunk költ kamerát? Csinálj egy hordozható felhőt az üvegben. Három egész öt tized liter tiszta
Üveg vagy. Vagy műanyag. Banka vagy, hogy hívják ezt. Na igen. Science Next, hát lehet ilyesmit olvasni, így különböző érdekességeket lehet olvasni. Mágneses indukciót is csinálhatunk ez alapján, hogy leírja világosan, hogy persze angolul, hogy két mértékegységet is használva, tehát ugye 40 feet lábban, láb, meg méterben adja meg ezt a dolgot. Egy negyed hüvelyk. Plastik. Egy negyed hüvelyk, vagyis 6 mm-es szívószát használunk. Ilyesmi, na. Legendákról is olvashatunk. Afrika legenda. Afrikai legendákat, amerikai legendát olvashatunk. Ázsiai legendáról olvashatunk. Azon belül a kínai sárkányról olvashatunk. Különböző érdekességeket is láthatunk. Ez szintén Wikipédiáról lett szedve, ami ugye, nem jelenti azt, hogy illegális, ez szabadon terjeszthet azok a dolgok, szabadon terjeszthetők a Wikipédia szócikkek, az Aegis, nevű mitológú, görög mitológiáról is olvashatunk, Aladdinról is olvashatunk, arab. Horror történetekről is olvashatunk, na inkább ezt kiadjuk. Egészség. Első segélyt hogyan használjuk? Na, hogyan kell újraéleszteni? Hogyan kell újraéleszteni? Fulladásról olvashatunk. Annak okáról is. Ég is. Hogyan kell... megelőzni. Mintha nem lenne egyetem, de hát valaki nem tudná, hogy hogyan kell megelőzni az égést, ugye? No CPR, mi az első segély? Mi az az első segély? És hogyan néz ki az első segély? Láthatunk ilyen képet. Egyesült Államok beli tengerészet. Tengerész. Láthatunk képet. Gyógyszerekről is olvashatunk. Tehát, ja. Világnak majdnem minden java. Egy helyen van. Internet nélkül. Csatlakoztatva is. Na, most nem a virtuális gépen kapcsolom, idézőjelben húzom ki a gépet, hanem, na, szoftveresen kikapcsoljuk a, kikapcsolódunk a hálózatból, így esek abba a csapdába. Na, hogyan csináld ezt? Hogyan legyek DJ? Lemezlovas. Ez WikiHow nevű oldalról lett szedve.
hogyan beatboxozzál, hogyan költészetet, hogyan elemez ki, hogyan rappelj. Például hallgassál sok-sok rappet, az áll benne. Ott láthatunk. Jól látom, ez Snoop Dogg. Hogyan táncoljunk? Hogyan szalszázunk? Egyet, kettőt. Menjünk a közoldalra. Pénzügy is, és üzlet. Hogyan szerez munkát? Hogyan legyél produktív, termelékeny? Akarom mondani. Hogyan szerezzél extra pénzt? Hogyan szerez extra pénzt? Szerezzél részmunkai idős munkát. Például legyél pizza futár, vagy nem tudom én, nem olvassuk tovább, hogyan adj el bármit. Hogyan vásárolj biztonságosan, akinek van internet, és telik rá, még tudod a terméket is venni, értitek? Hogyan méregteleníts, detoxod magad. Hogyan egyél kevesebb cukort? Ez nagyon fontos. Hogyan egyél egészségesen? Hogyan relaxálj? Itt majdnem mindenféle hogyanos kérdésekre megvan itt a válasz. Láthatjátok. Hát a legtöbb cikk művészet és szórakozással kapcsolatos kategóriában, a másik hely a sport, érdekes dolgok, utazás, nem kell különböző úti könyveket szerezni, nem csak itt lehet olvasni dolgokat, ez a program magyar nyelven van. Viszont a tartalom az angol. Kiemelések, láthatjátok. Ares Ski Resort, Európa. Mi az a Zimbabwe? Zimbabwe. Zimbabwe-ről olvashatunk, mint országról. Ez is Wikipédia szócikk. Kérem szépen. Nem, hogy jó van ez megcsinálva. Olvashatunk a Zimbabwe gazdaságáról. Csak sajnos nem magyar nyelven. Ez bizony angol nyelven, full angol. Madagaszkárról olvashatunk. Nagy gízai piramisról olvashatunk. És minek Afrika van? Európáról olvashatunk. Na, töltődik. Pompeiről olvashatunk, Athénről. Ephesus. Kolosseumról olvashatunk meg. A nagy toronyról is olvashatunk, az Eiffel-toronyról, meg a Francia Rivieráról olvashatunk. Ibizáról. Londoni Tower.
Jó kis szomszédos országunk. Románia, Romániáról is olvashatunk. Igen. Ja, csak most próbálok az egérrel visszalépni, de az nem megy. Úgyhogy a billentyűzetes sem megy szerintem meg. Csehia. Csehország. Most sokan mennek külföldre innét, ahol lakok. Ja. Csehországban, hol lehet olvasni arról, Vatikánról. Mindenről, ami a Wikipédiáról lehet kiszedni. Itt, olvasható. Épületekről, mindenről. Elkalózó benneteket. Aki nem teheti azt, az se, hogy utazzon valahová. Hát ja. Állatokról is tanultuk, és van Duolingo is. Milyen meglepő. Állatokról is tanulhatunk. Reptilákról, vasandunk madarakról. Emlősök. Hát a... Volt. Farkasról olvasunk. Olyan Wikipédia szócikk, igen. Na, tehát ugye, nem minden állatról, de lehet olvasni. Méhekről is. Egy és mást. Igen, méheket. Duolingozhatunk is. Csak hát ugye, hogy kell hozzá internet. Hát miért ne? Te hülye gyerek. Na. Van internet, úgyhogy. Most már tudunk duolingozni. És ja. Tanulj nyelvet most, és mindörökre ingyen. Tök jó! Újra kikapcsoljuk, hogy autentikussá váljon az egész dolog. Játékok ott vannak, azt hiszem mindent. Ja, nem. Matek! Tanulhatok onnan matekot. Kalkulust, aritmetikát, algebrát. Mértant, lineáris algebrát, trigonometriát, statisztikát is tanulhatunk ezen keresztül, mi az a lineáris modell. Mi az a statisztika. Nézhetünk közelebbi képet ezekről az illusztrációkból. Mi mire való. Adatok típusáról is olvashatunk, ez tök jó. Statisztika. A legfontosabb dolog. Tanulhatunk matekot. Játékosan. Pingvines játék. Hát ennek a játéknak a kis része lett lefordítva magyarra. Üdvözöllek a Tux Metfont. Küldetésed a pingvinek jégkunyhóinak megvédése az a hulló. Meteoritokból. Ez mi? Na, össze kell adni? Gépedben a matematikai feladat eredményét, hát... Üsd egy entert. Hármas. Szép lövés! Bum! Lehet játszani játékkal. Főmenü, segítség, egyebek.
Ami egyébként galaktikus zene megy játékból. Fizikázhatunk játékosan. Bravo. Visszacsináljuk. Menü. Válaszunk ki. Jetstream. Ilyen közkrasszokat kell rajzolnunk ahhoz, hogy oké. Na ez az. Bingo. Na, hát majdnem. Majdnem sikerült. Hű. Hát nem megy sehova az a labda. Visszacsináljuk. Rewind, keep. Hát. G komplisz. Ez mi? Ez valami nagy bugár van itt. Ez te. Leesett a földbe. Amikor betölt a program, akkor megnézem, mi ez a bogár. Hát valami hihetetlen bogár van itt, ami ekkora, kb. Ekkora. Hát nem indul be a játék. Játékok hekkelése. Ja, meg lehet recepteket is olvasni a cooking programon keresztül. Abban már megnyílt a program. Na, nézi a képeket. Hát most ezt nem fogjuk megnézni. Tanulj meg kódolni. Arduino. Program is elérhető. HTML. Ez mi ez a játék? Szövegszerkesztő gyerekeknek. Oké, megvan. Azt hiszem tankváriózra kattintottam, de más nyitott meg. Ja, a Turtle Blocks. Ja, az Turtle Blocks volt. HTML tutori oktató anyagot láthatunk. 2.1 HTML Basic alapjai. Mik ezek a... Tanulhatunk HTML programozást, vagy nem nevezném ezt programozásnak, mert a HTML az nem programozási nyelv.
hanem valami más. CSS, vagyis a weboldalnak a külső tulajdonságait ezen keresztül lehet beírni. Ezek ilyen orosz rendszámok. Ott vannak. CSS. Mi az a CSS text? Konkrétan. Arduino programot is írhatunk. Ja, ez csak ez hogyan kell szekció, nem maga a programozási felület. Ezt hogyan kell használni, meg milyen programot lehet írni. Négy kijelzős. RTC-klok. Órát hogyan csináljunk meg. Természetesen ezt bizony offline-ban is olvashatjuk. Láthatjátok, hogy várjad ki, és vezeték, és kapcsolat az ki van kapcsolva. Itt olvashatunk recepteket. Eszközök. Utensils. Alaptechnikák. Wow. Alaptechnikák. Hogyan süssél sonkát. Alap konyhai technikákat is onnét lehet nézni. Ott vannak a receptek egyébként. Mixto. Chorizo. Hogyan csinálj chorizót? Sütés Coca-Cola-val. Mi van? A pizza nincs. MNO. P. Pesto. Hogyan csinálj pestót? Disnót. Pizza. Ott van pizza. Na, hogyan csinálj pizzát? Nem, vagy konkrétan mi az a pizza? Nagyon kell csinálni, de nem úgy, hogy milyen sorrendben van, hanem hogy na. Úgy részletesebben. Hát olvasni arról, hogy hogyan csinálj pizzát. Úgy összességében. Egészség és főzés. Egyél egészségesen. Hogyan egyél egészségesen. Alaptechnikák. Mi az a grillezés? Szóval, ja. Konyhai tudomány, biológiáról is olvashatunk, környezet, sav érték, mezőgazdaságról olvashatunk, hogy honnét ered, mégis mi az. Ezt nem nézzük meg, mert hát egészséges fok. Egy külön topikja van az egészséges fognak. Magára az emberi fogról lehet olvasni. Lehet zenét is csinálni az LMMS-el. Ez helyettesíti konkrétan ugye csak a Windowsnál használható FL Studiót.
Írhatunk lemezt is, meg további LibreOffice programokat is itt találhatjuk meg. Evolution. Mi ez az Evolution? Újabb oktatóanyag? Vagy... Nem. Ez levelező program. H-Top. Ilyen a terminálon keresztül láthatjuk a rendszer folyamatot. H-Top. Jaj. Na, ide raktam az időjárás, de mindegy. MyBudget, ide írhatjuk ugye a kiadásainkat. Tisztálkodás. Olvashatunk a pazarlásról. Ne. Magáról a koszról, hogy mégis mi az. Tisztálkodásra kapcsolatos dolgokat tudott olvasni. És írhatunk ugye... Mit is? Resumét, vagyis... Önéletrajz a CV-t. Egyszerűen csinálni ilyen CV-t. Önéletrajzot. LibreOffice nyitja meg, miután az egyikre rákattintottam, és ott lehet szerkeszteni. Nem kell. Konkrétan. Hát itt szerkeszthetjük mindent. Igen. WikiArt. Vagyis művészetről is olvashatunk egy és mást. Csend élet nevű. Festményről olvashatunk. Vörös pipacs. 1927. Színes kép. Olyan, mint hogy lefényképezték volna, na mindegy. Sidetrack. Mi ez a Sidetrack? Valami játék akar lenni? Nagyon kíváncsi vagyok. Lényeg az, aki nem tudná, ezt hogyan kell játszani? Aha, ilyen puzzle-szerű játék. Szóval ez is egy játék. System. De ez is egy játék egyébként, nem rendszerváltás vagy valami. Aha, ja. Szóval konkrétan ez kérem szépen a... Játszunk a számítógépnek a belsejébe. De érdekes. Ez is egy OSS program.
mint a többi. Hát van amelyik része ugye GNOME program van benne, van amelyik pedig egyik se, hanem valami külsős programok vannak benne, mint például az Arduino, Chromium, a Chrome, azok sokkal másabbak, a LibreOffice is úgy szintén, itt lehet írni ugye Arduino-s programokat, akinek van Arduino-ja, azt kipróbálhatja. Kipróbálhatja mondjuk egy LED-nek a villogtatását. Na igen, szóval... Hát szerintem ennyit tudok én bemutatni nektek ebből az oprendszerből. Láthatjátok azt, hogy magyar nyelven van az egész rendszer, viszont a tartalmak azok angol nyelven vannak. Nincs magyar nyelvű variáns. Egyáltalán. Eléggé, úgy tűnik, eléggé jó össze van rakva az egész. Egy komplett kezdőcsomag azok számára, akik nem rendelkeznek internet kapcsolattal, sőt még erős számítógépes sem. Hát eléggé... Mit tudom én, szegény, hát szegény Jarvis Áradagadnak ajánlatos ezt használni, és eléggé könnyen használható. Persze azoknak ajánlott, aki van anyanyelvi szintű angol tudása. Persze, mert ez bizony egyrészt az nem magyar. Nem magyar nyelv, de jó lenne, hogyha tényleg lenne magyar nyelvű variáns. Nem pont endle szó ez, de azért, na. Azért, na, értitek. Annak is legyen számítógép, használható, hasznos számítógépje, mint hasznos eszköz, akinek nincsen internet kapcsolatja. Meg... Vagy pedig olyan jó helyzetben lévő családnak ez szerintem jó tud jönni, aki szeretne egyszerűen használható oprendszert tudni magának, úgy őszintén szólva. Viszont nem feltétlenül szeretnének ugye bekapcsolódni, felszállni az internetre meg. GNOME. Hát próbálom megnézni, hogy ez milyen verziójú GNOME. Róla van szó. Igen. Hát ezt nem tudjuk meg. Névjegy. Névjegyek. Információ megtekintése rendszerről. Megnézhetjük a rendszer információt. Azt mondja, hogy 3.9.4-es, azt hiszem a Zendesz OS. Az a legutóbbi verzió. Hát. Úgyhogy nem tudjuk meg, hogy milyen verziója az a GNOME. Na, ennyi volt ebből a videóból szerintem. Igen, jó összerakott dolog ez. Direkt nem néztem meg egyáltalán a magát a zobrendszert videókészítése előtt, mert akartam olyan videót csinálni, ami első benyomás. De nem unalmas. LibreOffice Writer. Köszönöm a figyelmet.
tetszett a videó, akkor iratkozz fel a csatornámra. Igen, jó, olvassátok, hogy köszönöm a figyelmet. Ennyi volt ebből a videóból. Nem tetszett nektek ez a videó, remélem jó kőbelüli, de elegendő megtekintést tudtam adni számotokra, azt, hogy mégis milyen az az Endless OS, mi értelme van. Láttátok? Ha láttátok egyáltalán, nem úgy, mint én. Osszátok meg ezt a videót a ismerősétekkel, akárkikkel, akárkikkel. Iratkozzatok fel a YouTube, illetve az Odyssey per Löbri YouTube csator, nem, a YouTube-ot azt már említettem, Löbri Odyssey csatornámra, illetve kövessetek be mindenféle platformon, Mastodon, Twitter, meg még Facebookon is fent vagyok, de lehet, hogy nem sokáig, és Discordon is elérhető vagyok, van egy szerver, meg a blog csatorna, a csak is kizárólag vloggal foglalkozó csatornámnak a linkjét is megtaláljátok, illetve a további linkekért érdeklődtök, akkor mindent megtaláltok a leírásba. Igen, leírásba. Nézzétek meg! Ha érdeklődtök a rólam kapcsolatos dolgok után. Na, szóval ennyiből állt az egész bemutató, első benyomás, stb. Köszönöm a figyelmeteket. Remélem találkozunk. Szevasztok. Jó kis lufi. Számáz. Minimálzáljuk. Szevasztok. Most már tényleg elmentem. Egy csett itt is után. Tényleg kikapcsolom. Visszaszámolok 3-tól 1-ig. 3, 2, 1.